két típusa jött létre a szakképző intézményeknek szeptember 1-ével, a szakképzés felmenő rendszerben történő átalakítása részeként. A diákok az 5 éves technikum és a 3 éves szakképző iskola közül választhatnak. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum intézményeiben közel 1709-es kezdte meg tanulmányait ezekben az iskolatípusokban. A szakképzőiskola az kifejezetten arra koncentrál, hogy jó szakembereket, jó kőműves mesterembereket képezzünk, és ez a 3, amelyet ő ott tölt az iskolapadban, illetve hát azt is hallottuk, hogy csak részben tölt, mert az elméletet azt a iskolában fogja megtanulni, de azt szeretnénk, ha minél több időt töltene el valóban a cégeknél, a élő munkakörnyezetben és egy mestertől, szakoktatótól tanulná meg ezeket a szakmákat, és a technikus, aki azt gondolom, hogy eldöntheti majd a képzés végén, hogy ő egy jó középvezető szeretne lenni, vagy felsőoktatásba szeretne menni. Mindkét iskolatípusnál először ágazati alapoktatás folyik, amely lehetővé teszi akár az iskolák közötti átjárhatóságot is. Az alapok megszerzését követően kerül sor a szakmaválasztásra és a szakirányú oktatásra. A centrum igazgatója 35 perc című műsorunkban azt hangsúlyozta, az új törvénnyel járó változásoktól függetlenül továbbra is az a feladatuk, hogy jó szakembereket képezzenek, annak érdekében, hogy kiszolgálják a helyi cégek munkaerőigényeit. Utóbbiakkal ezért szorosan együttműködnek, duális partnerekként biztosítanak lehetőséget a tanulóknak a gyakorlati tudás elsajátítására. Nagyon sok olyan cég van most, akivel együttműködünk már ebben, mert van olyan kollega, aki betanított munkásként dolgozott nála, de mondjuk nem volt megfelelő végzettsége, akkor velük együttműködve ők biztosítják a gyakorlatot az elméletben együtt gondolkodva, mert az is egy fontos változás, hogy nem választjuk szét már ebben az elméletet a gyakorlattól, akkor nagyon sokan rövid idő alatt szerezhetnek szakképesítést, és megszerezhetik a szakmáról a dokumentumokat, és remélem, hogy a tudást, hiszen együtt a cégekkel remélem, hogy jó szakembereket fogunk képezni. A szakirányú oktatást végző duális partner szakképzési munkaszerződés köt a tanulóval, aki így fizetésre, étkezésre és munkaruhára jogosult. Az így megkötött szerződéssel eltöltött tanulmányi időszak pedig munkaviszonynak minősül. Az igazgató beszélt arról is, hogy továbbra is nagy szerepet kap a felnőttek oktatása. 2 alapszakma és egy rövidebb ciklusú szakmai képzés is ingyenes mindenki számára. Az új struktúra szerint 175 alapszakma tanulható iskola rendszerben, a korábbi OK-s rendszer több mint 300 szakmája helyett.